Megkezdődtek az előkészületi munkálatok a központ rendezésre. Sajtótájékoztatót tartott a Zsibel Kft. Vezetője. A pad a Topolyai tó szintje. Újabb sikeres jótékonysági akció. Köszöntöm kedves nézőinket, március 11-i híradónkat látják. A Topolyai Község művelődési központjai és egyesületei tegnap a helyi önkormányzattal aláírták azokat a szerződéseket, amelyek programjaik éves szintű tervezésében és megvalósításában segítenek. A törvénnyel és feltételekkel összhangban ezekre a célokra a Topolyai Község költségvetésében a 2015-ös évre 3.988.365 dinárt láttak elő. A témával kapcsolatban Kislinder Gábor nyilatkozott. Elmondhatom a következőt, hogy amikor a költségvetést elfogadtuk, azt mondtuk, tehát december folyamán, hogy ezek a mai leosztások, tehát minden leosztás, ami kiosztásra kerül, ezek pályázatok alapján történnek. Ma egy szentaidnői vagyunk annak, hogy egy sikeres pályázatot megtettünk, sikeresen pályáztak. Én szerintem így aláírás után könnyű ezt mondani, de remélem úgy is néz ki, hogy mindenki egy kicsit elégedett, mindenki egy kicsit nem is. Én jó magam sem vagyok elégedett azzal, hogy tudjuk, hogy ez ennyi összeg van. Én szeretném, ha esetleg a költségvetés módosításánál még ezt egy kicsit meg lehetne, hát úgymond erősíteni, és akkor én azt hiszem, hogy ez körülbelül rendben van. Egy kicsit úgy néz ki, itt a vitában vagy a beszélgetés közben elhallgozott, hogy valaki egy kicsit esetleg többet kapott, mint tavaly, valaki egy kicsit kevesebbet, ezt senki szándékosan nem tette, tehát ezek a pontok alapján, és ezek a pontok most egyszer is mindenkorra sikeresek lettek, a szabályzatra észrevétel nem jött, én azt mondom, hogy akkor ez egy jó út, hogy a következőben pontosan tudjuk, hogy hogy pontoznak, ki pontoz, ki pályázik, milyen programokat, mit tudunk fizetni, eszközöket biztosítani, és ebből a következő lépés az, hogy minden úgymond szervezet tud magára tervezni, éves szinten tervez, 12 hónapos leosztást láttunk elő, úgyhogy a lévén márciusról szó, több mint valószínű, hogy a 3 hónap a részarányát ezt meg fogják kapni mindig előbb, azzal, hogy a működés jó legyen, akadálymentes, és én azt gondolom, hogy ez az első lépés ma, és a többi pályázatok is így, vagy hasonló ütemben és arányban lesz leosztva. Kis Imre Szerda Anna művelődéssel megbízott tanácsos az eszközhasználók listáját ismertette. Topolya Község költségvetésében a 2015-ös évre 3.988.365 dinár áll a művelődési egyesületek és a művelődési központok rendelkezésére. 8 művelődési egyesület adta be pályázatát erre a pénzösszegre, és természetesen pontozás alapján minden művelődési egyesület, művelődési központ kapott pénzt ebből a pénzösszegből, hogy egyénenként ki mennyit kapott, azt így felolvasnám. Tehát a Zentagunarasi Petro Kuzmiák Művelődési Egyesület 111.882 dinárt kapott, a Graca János Színjátszó és Irodalmi Egyesület 116.261 dinárt, a Bajsai Testvériség Művelődési Egyesület 122.882 dinárt, a Pacsér Művelődési Egyesület 196.104 dinárt, a Gunarasi József Attila Művelődési Egyesület 158.971 dinárt kapott, a Moravicai Ady Endre Művelődési Központ 290.952 dinárt kapott, a Szerb Művelődési Központ, Vuk Stefanovics Karadzsic Szerb Művelődési Központ 1.495.636 dinárt kapott, és ugyanennyit kapott a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ 1.495.636 dinárt. A tegnapi szerződések aláírásán a művelődési központok és egyesületek vezetőin kívül részt vett Kislinder Gábor polgármester, Kis Imre Szerda Anna, a községi tanács művelődéssel megbízott tanácsosa és Pló Ledvin, a községi képviselőtestület elnöke.
Topolya központjában a Tito Marshall és a Petőfi Brigád utca kereszteződésénél megkezdődtek az előkészületi munkálatok a központ rendezésre. Többek között újra betonozzák a területet, új gyalogjárdát és bicikliutat, parkolót alakítanak ki, felújítják a zöld felületeket, valamint kábeleket fektetnek le az új közmegvilágításhoz. A beruházás értéke 16 millió dinár, melyet községi költségvetésből finanszíroznak. A munkálatok kivitelezője a Palicsi Szúdolina és a Bácskertesi Elektromontázsá. A munkálatok előreláthatóan 3 hónapig tartanak, és végül egy új, modernebb kinézetet kap ez a tér, nyilatkozta szerkesztőségünknek Ivanics Zoltán, a Telek rendezési közvállalat igazgatója. A Topolyai Zsibel Kft. Állati eredetű melléktermékek feldolgozására szakosodott üzemigazgatója tegnapi sajtótájékoztatóján elutasította azokat a vádakat, melyek szerint az általa vezetett üzem továbbra is folyamatosan szennyezni a levegőt és a felszíni vizeket. Milan Zágorac ezúttal is hangsúlyozta, hogy az üzemben a termelési folyamat az illetékes felügyelőségek folyamatos ellenőrzése mellett zajlik, bárkinek meg tudja mutatni azokat a hivatalos szervek által készített vegyelemzéseket, melyek azt bizonyítják, hogy a károsanyag kibocsátás nem haladja meg a törvényekben megszabott határértékeket. Mint ismeretes, Dragan Pecsurica már fél éve minden hónap 17-én tiltakozó megmozdulást szervez, hogy a városban tapasztalható környezetvédelmi problémákra, a levegő és a víz szennyezésére hívja fel a figyelmet. A megmozdulás résztvevői rendre a Zsibel Kft. Igazgatósági épületéhez vonulnak, utalva rá, hogy ezt a céget tartják a legnagyobb környezetszennyezőnek. Pecsurica bírósági feljelentést tett a felelős személy ellen is, március 17-ére pedig újabb tiltakozó megmozdulást hirdet. Zágorac a sajtótájékoztatón elutasította a vádakat, az újságírókat pedig végig kalauzolta az üzemben, bemutatva a termelési technológia menetét, ami szerinte környezetbarát megoldásnak minősíthető. Egyben elmondta, maga is fontolgatja a feljelentést alaptalan vádak terjesztésére hivatkozva. A Gunarasi Gazdakör értesíti a polgárokat, hogy előadást szervez március 12-én csütörtökön délelőtt 11 órakor a civil központ nagytermében, a régi szövetkezet udvarában. Az összejövetel témái magkiválasztás, új hibridek, növényvédelem, valamint más aktuális mezőgazdasági kérdések. A Topolyai tó vízszintje fokozatosan apad. Az ősz és a tél csapadékos időjárása következtében 25 cm-rel meghaladta a vízszint az optimális nívót, a felesleget azonban mostanra már sikerült a Krivaja folyón keresztül kiengedni. Februárban a belvizek is gondot okoztak, de ellentétben azokkal a vidékekkel, ahol sok száz hektár még mindig víz alatt van, a Topolyai község területén csak néhány száz négyzetméterről beszélhetünk. Mivel a Krivaja vízállása is mintegy 10 cm-rel csökkent az utóbbi időben, várható a talajvíz visszahúzódása is az alacsonyabban fekvő területekről. Egész télen a tavon a vízszint a maximális fölött volt, 25 cm-rel körülbelül. Hát ezt a fölös vizet sikerült február, és most már mondhatjuk március folyamán nagy részét evakuálni biztonságosan, ez volt a lényeges, és most már az evakuálásnak az utolsó fázisában vagyunk. Ez a víz felgyülem lett az ősz folyamán a tóban, annak köszönhetően, hogy az elmúlt év májusától egy rendkívül csapadékos időszakban voltunk. Azt meg kell mondani, hogy a több éves átlagnál nagyobb mennyiségű csapadék hullott szinte az egész területünkön, és nem csak nálunk, hanem másfele is. Sőt, azt is már kiszámoltam, hogy egyes esőmérő helyeinken az előző évhez képest 15-40%-kal több csapadék hullott 2014-ben. Ez nem kis gondot okozott az ősz folyamán a tó vízszintjét illetőleg, ugyanis akkor, hogyha szabadjára engedtük volna a dolgot, és engedtük volna elfolyni azt a vízmennyiséget, amennyit a égi áldásként mondjuk rá kaptunk a tó területén és a város területén, akkor bizony valószínűleg komoly gondok jelentkeztek volna egyes mélyebben fekvő kertekben a városban. Ezt sikerült elkerülni, sikerült megelőznünk azt, hogy a víz evakuálása február-márciusban komolyabb gondot okozzon, úgyhogy azt mondom, hogy a helyzet visszaáll a normális vízszintre, és a Topolyai tavon az öntözési szezont maximálisan fölkészülve fogjuk tudni bevárni. A belvíz megjelent több helyen Vajdaságban, a mi területünk nem
kimondottan belvíz veszélyes, és itt ezen a teljes két katasztári község területén azt tudom mondani, hogy belvíz, ami megjelent, az néhány száz négyzetméterben mérhető, eltörően a több bánáti területtől, ahol hát bizony ezt néhány száz hektárban mérik. Nálunk eddig ez jelent meg. Azt tudom mondani, hogy a Krivaján is kb. 10 cm vízszint apadás jelent meg az elmúlt időszakban, ami lassan, de fokozatosan majd ki fog hatni a belvizekre is, és ezek a belvíztől elárasztott területek, vagy víz alatt levő területek, ezek is lassan visszahúzódnak. Persze ehhez nagymértékben ki fog hatni az, hogy milyen lesz az elkövetkező időszak időjárása, mert ha megint egy csapadékos időszak következik ránk, akkor ez változni fog. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt Topolya Kishegyes körzeti szervezete március 15-én vasárnap délután 4 órakor koszorúzással egybekötött megemlékezést tart Topolyán a nyugati temetőben, a Hősök sírjánál a magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 167. évfordulója alkalmából. Minden megemlékezni vágyót várnak a szervezők. A Múzeumi Esték rendezvénysorozat keretében Sihelnik József orintológus környezetvédelmi mérnök a biológiai invázióról értekezett a nagyszámú közönségnek. Az előadás végén mikrofon elé kértük az előadót. A mai előadás az a biológiai inváziók címet kapta, ami elsősorban azért, mert ez egy nagyon aktuális és nagyon fontos téma világviszonylatban. Nem csak Topolya viszonylatában, de Topolya viszonylatában is érdekes, és sok mindent lehet róla elmondani. Hát ugye volt szó többek között a növényi inváziókról, hát ugye egy ilyen inváziós faj, ami jelen van vidékünkön is, és problémát okoz úgy az embereknek az allergia miatt, a parlagfű, ugye, mint gazdasági okokat felsorakoztatva is problémát okoz nekünk. De hát ez mondjuk egy ilyen faj, és ezzel ellen ugye Topolyán is megpróbálnak védekezni, Topolya is szokott kiírni pályázatokat parlagfűmentesítésre, parlagfű visszaszorítására, tehát ebből kifolyólag nálunk is érződik a parlagfű gazdasági jelentősége, hogy gazdaságilag mekkora nyomást gyakorol a vidékre, és így ugye Topolyát is beleértve, tehát itt nálunk is pénzeket fordítanak arra, hogy visszaszorítsuk, akkor ugye a fászáról közül nem beszélve a nyugati ostorfa, ami mondjuk már a parkot szinte átalakítja, tehát hogyha nincs egy normális kezelés, és nem fog történni valami kezelés a parkban, akkor néhány éven belül tényleg az lesz, hogy csak ostorfából fog állni az egész park, ami nem biztos, hogy előnyös lesz, hiszen ez egy gyűjtemény és kert volt régen, és az a célja, hogy minél több fafaj fel legyen sorakoztatva. Ennek ellenére már túlnyomó részt ezekből az ostorfákból tevődik össze az állománya ennek a fás területnek. És hát ugye emellett mondjuk természetvédelmi szempontból akkor az állatinváziók közül simán megemlíthetem a házi macskát, ugye. Házi macska kint van vidékünkön, jelen van, nagyon sok madarat pusztít, úgy a városon belül, mint a városon kívül, annak ellenére, hogy nagy hatást gyakorol ugye az egér pusztításával, illetve pocak pusztításával, tehát ez rendben van, hogy hasznos, de vadászata során, ha épp belebotlik egy mezei pacsirt a fészekbe, akkor a fiókákat fogja elfogyasztani, és akkor lehet, hogy aznap nem fog elmenni pockot fogni, vagy utána fog elmenni pockot fogni, de azért a fiókákat még megeszi, vagy a sárga billegetőnek a fiókáit, mind olyan fajok, amelyek a talajon költenek. Úgyhogy ő is nagyon nagy gondot okoz és probléma vidékünkön. Erre azt tudom mondani, hogy felelős állattartás a kázi kedvenceinket. Ha tudjuk, hogy olyan, akkor ne engedjük ki, mert vannak olyan egyedek, amelyek csak megölik, még csak meg sem eszik. Akkor már tulajdonképpen majdnem, hogy választ is kaptunk arra a kérdésre, hogy mit tehet az ember ebben a biológiai invázióban. Hát ugye védekezni mindenféleképp kell. Egyrészt úgy kell védekezni, hogy próbáljuk meg visszaszorítani, elsősorban valamiféle fizikai módszerre. A vegyszerezést csak megfelelő és megfelelő körülmények között is szakember végezze, mert megvannak rá a módszerek, hogy hogyan lehet őket visszaszorítani, természetvédelmi szempontból is léteznek rá megoldások, van is rá megfelelő vegyszer, de nem az a módja, hogy szétpermetezzük ahová csak lehet, hanem megfelelő módon, céltudatosan, célirányosan néhány egyedre korlátozzuk ezt a vegyszeres védekezést. Úgyhogy amíg lehet, addig inkább talán a mechanikai védekezést tartom
leginkább elfogadhatónak. Március 17-én kedden a Művelődési Ház kiállítási termében kerekasztal beszélgetést szerveznek a múzeumi esték keretén belül, hogyan képzeljük Topolyát címmel. A beszélgetés fő témája a városi park és egyéb környezetvédelmi problémáink lesznek. Az eseményre minden érdeklődőt várnak 18 órai kezdettel a Művelődési Ház kiállítási termébe. Mozduljunk meg, változtassuk meg a világot mottóval tartják meg a Vese világnapját a Topolyai Dr. Hadzsi János Egészségházban. Az ünnepi konferenciára várják a Szabadkai és Topolyai Vesebetegek Egyesületét, az egészségügyi dolgozókat, az önkormányzat képviselőit, a média képviselőit és az érdeklődő polgárokat. 13 óra 15 perctől Dr. Agyánszky János, az egészségház igazgatója üdvözli a vendégeket, majd vesebetegséggel kapcsolatos előadásokat tartanak. Az általános orvosok országunkban éves szinten 22 000 esettel találkoznak, melyek a vese megbetegedéséhez köthetők. Az előadók dr. Zorica Dragás, a Szabadkai Egészségnépszerűsítő Központ munkatársa, Zorán Miskovics, a Vesebetegek Egyesületének elnöke, valamint dr. Veszna Vukelics, a Topolyai Hemodialízis Részleg vezetője lesznek. Sikeres volt a Segíts, hogy segíthessünk kezdeményezés és a Nikola Tesla általános iskola jótékonysági megmozdulása. A nőnapi ünnepi műsoron 22.890 dinár önkéntes adomány gyűlt össze, melyből kifizették a mosógépet, melyet a Smartcom cég pár héttel ezelőtt megelőlegezett egy bajsai agydaganatban szenvedő fiú és édesapja számára. A Szabadkai áramelosztó Topolyai részlegének értesítése szerint március 12-én nem lesz áram Topolyán az André István, az Ötvös Lóránt és az Otton-Zsupáncsics utcákban. A kikapcsolásokra szükség szerint 9-től 13 óráig kerül sor. A Topolyai Karate Klub versenyzői a hétvégén egy bácson megrendezett tornán léptek fel. Nedejko Kecman saját kategóriájában aranyérmes, míg Szofta Erdem és Nagy Mikuti Csongor bronzérmes lett. A topolyai versenyzők szombaton Bács-Feketehegyen lépnek tatamira a vajdasági bajnokságon. Csütörtökön erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, de néhol kevés napsütés is előfordulhat. Szórványosan várható kisebb eső, zápor. Az északi szél sokfelé erős, néhol viharos lehet. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet plusz 2 és plusz 5 fok, a legmagasabb nappali csütörtökön 8 és 10 fok között várható. Pénteken erősen felhős vagy borult idő lesz, többfelé várható további eső, zápor. Az északnyugati szél mérsékelt marad, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet plusz 3 és plusz 5, a legmagasabb nappali pénteken 7 és 9 fok között valószínű. Kultúrvarázs című műsorunkban ma a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszédverseny vajdasági elődöntőjére kalauzoljuk el önöket. Szólunk a Fürgeújja kuckójáról, a nőnapi kézműves játszóházról, a Zenede mindennapjairól, a Karádi emlékestről és a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Vuk Stefanovics Karadzsics szerb művelődési központról. A műsor kezdési időpontja 16 óra 30 és 19 óra 30 perc. Műsorainkat megtekinthetik a www.express.co.rs címen, a Régiórádiót hallgathatják és további híreinket olvashatják, a www.regioradio.co.rs honlapon, valamint követhetik híreinket a Facebookon is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó televíziózást kívánunk, viszontlátásra!